Régészeti kincseket találtak a kolozsvári Farkas utca felújítása során. Az egyik legújabb felfedezés a jezsuita kollégium egyik szárnyának alapjai, amelyre a BBTF főépülete előtt bukkantak. Hosszú ideje zajlanak a felújítási munkálatok Kolozsvár egyik legmarkánsabb helyszínén, az iskolák utcájának is nevezett Farkas utcában. Az elmúlt napokban jelentős leletre bukkantak, megtalálták a jezsuita új kollégium alapjait, amely a Bábesbolyai Tudományegyetem jelenlegi főépülete előtt helyezkedik el. Az új kollégiumi szárny az egyetem utcában található ókollégium, illetve a piarista, egykori jezsuita templomhoz kapcsolódik. Az úgynevezett új kollégium, ez az 1750-es, 1760-as években épült. Úgy képzeljük el, hogy egy T betű alaprajzra lett felépítve egy tekintélyes, emeletes épület, amely idővel még csillagvizsgáló toronnyal is el volt látva. Hozzátette, az eddigi tervek szerint felújítás után az egyetem épülete elé kőtáblácskákat helyeznének el, amelyeken a régi rektorok nevei szerepelnének. A különböző régészeti leletek felbukkanása lehetőséget jelent Kolozsvár történelme szempontjából, tudtuk meg a régésztől. Lehet a felszínen dolgozni, így számos olyan szerkezetre bukkanunk, ami kontextusba helyezi és releváns a kolozsvári történelem számára. Mi csupán egyetlen ponton kutattunk, de számos történelmileg jelentős helyszíne van az utcának. A kollégium mellett szintén rábukkantak a Farkas utcai református templom szomszédságában lévő temetőre, illetve az utca nyugati felében található Mária oszlop eredeti alapját is feltárták.